100 kilós kategória, tehát Ladover Bálint és Borowski Norbert Kai csatája következik. Ami akár még nagyon hamar véget is érhet. Meglátjuk. Taktikusan dolgozik Ladover. Borosz leginkább igyekszik előre, mint a tank, de Ladover minden megtesz, hogy ettől elvegye a kedvét. Szép tolók, szép kontrák Ladovertől. Szép, pontosan talál Ladover. És a hosszú rugás, lazaütés és hosszú rugás. Test, térdesek. Ez bizony hamar sokat ki fog venni ellenfeléből. Természetesen, hogy továbbra is figyelnie kell a védelemre Ladovernek, de eddig minden nagyon jól halad számára, hiszen csak távol kell tartani a Borowskit. Aki bizony Borowski kezd bajba kerülni. Mondtak, hogy a gong mentette meg, hiszen még egy 5-10 másodpercet is talán még akármi történhetett volna. Bizony, nagyon visszajátszásokon is látszik, pár nagy csapásba belesétált. Borowski, és többnyire egyensúlyvesztés miatt került le, de azért Ladovernek volt pár nagyon szép, pontos találata, ami bizony megteszi a magáét. Nézzük, hogyan alakul a továbbiakban. Távol tudja tartani Ladovér Barna. Ladovér Bálint, Borowski Norbertet. Szép toló Ladovertől. Nagyon szép, pont a jobb találat volt ez Ladovertől. Térdesek testre, ők nagyon fontosak és nagyon jók.
egy szép találkozó Bálintól ismét. Nagy találat volt ismét Adover Bálintól. Aki bizony sorra talál Boroszko Norberten. Aki ugyan igyekszik válaszolgatni, de és még sarokban is szorítja a Dovert, akinek bizony ki kéne onnan jönnie, hiszen sosem jó beszorulni. És még a második veletnek. Boroszko Norbert ugye jól fáradtabbnak is látszik. Meglátjuk, mi maradt még a fiúknak a harmadik menetre. Nagy rugással kezd Boroszki. Még egyet, de Ladovár azonnal megindul. Figyelni kell, mert ugyan Boroszki nyilván fáradtabb, mint volt, de az ütésekben még mindig ott van az az erő. Nagyon szép térdes testre Boroszkitól. És egy nagy találat, és Boroszki bizony bajba kerülni látszik. De most viszont ő indul meg, sarokba szorít ellenfejét. Ladovár nagyon szépen válaszolt egy kontrával, egy nagy térdes ismét testre. Egy horog, egy térd. És vége lehetnek. Talán nem is hittük volna, hogy ennyi marad még a fiúkban az első és a második menet után. Ugye 100 kilós kategória, ahhoz képest ez egy nagyon komoly tempó volt. Tényleg mindent beleadtak az utolsó pillanatig. Nézzük, hogy látták a bírók. Hölgyeim és uraim, egy hangon pontozással győz Ladovár Bálint! Sipos János, Rekord Szeponi tulajdonság kivezetőjét, Dán támogatóját kérném meg, hogy váradjon ide a gyárt.
szorítóban a vesztesnek és a győztesnek járó kupát is, amit ott fogsz majd megtalálni a fehér sarkán.